Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ma egy új játékkal fogunk megismerkedni. Annyira új, hogy tegnap jelent meg. Vagy ma. Hát ugye ez az időzónák miatt kicsit nehezen eldönthető. De a lényeg, hogy a napokban jelent meg. Ez pedig a Sherlock Holmes Chapter 1. Egy új Sherlock Holmes játék. Volt már korábban több is, de ez most egy új. Ezt fogjuk kipróbálni. Igazából különösebben sok minden nem tudok a játékról. Nyilván Sherlock Holmes játék, szóval semmi meglepő. De nem nagyon olvasgattam utána, nem nagyon néztem utána. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Na, úgyhogy nézzünk is bele. Még el sem indítottam a játékot. Remélem fog működni. Igen. Na, valami van. Mindjárt. Oké. Autosave. Oké. Oké. Érdekes. Jó, hát elkezdődött. Akkor ígyunk. Ha nagyon hangos, szóljatok. Vagy hallgatok. That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Okay, valahova utaztak. Fú, Sherry Tadri, ez bonyolult. Mármint, hogy bonyolódik a helyzet. Majd beszélünk róla, ha úgy adódik. Hey, Sherry! Come on, catch up! Yes, yes. Oké. Na várjatok már. A sensitivity már zseniális, úgyhogy ezon picit állítok egy kicsit. Hát, ha tudok. Lehet, hogy nem tudok.
Ez nem tudom, mit akar jelenteni, de mindegy is. Oké. Okay. Csak egy pillanat. Epic, azt mondja. Szóljatok, ha hangos, és akkor majd állítunk rajta. Oké. Okay. Jó. Csak ez a decision making time, ez fontos, hogy ne legyen túl rövid. Combat? Ja igen, mert azt is tudjuk állítani. Hát, balanced. Az jó lesz. Oké. Okay. Jó. Na most megnézzük, hogy... Ja, és akkor itt lesznek majd még egyéb dolgok is. Hát ezeket most még nem nézem. Hát sokkal jobb nem lett, úgyhogy akkor állítok. Emit. Jó. Sziasztok, szép estét! Hogy elmaradjak. Oké, tehát VSDA. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Egy narancsot megennék. Oké, okay, jó, és akkor interaktálni. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Oké. Okay. Shedit Adri nem biztos. If you need something, sir, please inquire at reception. Köszönöm, József. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? Nem otthon van Sherlock, mert ott nincs narancsfa. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. Okay. Jó, most akkor föl kéne menni a szobába, ha jól értem. Jó, Reflex. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, üdvözöllek. Köszi szépen, köszi. Jó, hát akkor fölmegyünk a szobába, gondolom. Journal. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Get the house on killers. Hogy mi? Jó, mindegy. Menjünk tovább. Ne dohányozz! Nem hiszem el, hogy nem lehet megérteni. A dohányzás rossz. Ez a fickó ismerős valahonnan. Ah, megvan. Ő egy régi korábbi Hearthstone játékosunk volt, Cheesehead. Igen, igen, ő rá hasonlít. Na jó, menjünk tovább. Itt nem lehet bemenni. Jó, menjünk tovább, menjünk a szobába most már. 225. De hogyha kettővel kezdődik,
Kellene nekem is ilyen cilinder. Már ha ez az. Á, ott áll már egy Johnny. De ezen nincs szobaszám. Vagy elmentünk mellette? Ja, vagy ott menni kell tovább. Oké, jó. De itt is át tudunk menni. Csak hogy ott a zenekart ne zavarjuk. Ó. De ennek két recepciója van. Na mindegy. Nem voltam még ilyen nagy szállodában, szóval... Mármint, hogy... De lehet, hogy voltam, csak annak egy recepciója volt. Na, itt van József. Üdvözlet! I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Hol akarok pihenni? Foyer? Valami italt említettek. Hát XRT, amúgy nem tudom milyen hosszú ez a játék, de gyaníthatóan nem. Bár ahogy a 12 Minutes-et végigjátszottuk, úgy bármikor végigjátszom ezt is. Ha érted, mire gondolok. Dark Rituals at the Graveyard. Egy necromancer. Teljesen hétköznapi dolgok. Ennyi ez a remek történet. Nagyon nemzetközi a társaság. Oké. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. Hát jó. Hát lassan mindent körbejártunk. Itt még a recepciónál megkér... Ja nem, ez nem a recepció, ez a kocsma. Jó, oké. Hey, Sherry. Just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Hát, jó. Hey, Sherry. Just our luck. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Okay. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me. Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification.
All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! Huh. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Okay. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Kéne egy üres asztal, vagy... Hát... Ja, ott van. Igen, Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Ez olyan Sherlockos volt, ilyen. Even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. So it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Oh. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry. Too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Okay, tehát ki kéne deríteni, hogy ez ki? Ó, és akkor így lehet inspektálni. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the old English name meaning garlic place. Ez a British English, ez remek lesz, amúgy. Ebben mindig is erős voltam. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Yo. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Mm-hmm. Oké, okay. Tehát tudunk másokkal is beszélni a dologról. Mit kér a játék, hogy nyomjuk meg a C-t, hogy megnyissuk a casebookot, jelöljük ki X-el a bizonyítékot, és beszéljünk valakivel. Oké. Okay. The Lost Cane. Oké, okay. Megnyomtuk X-el. Oké, okay. És akkor most mit tudunk csinálni? Ja, ott kiteszi nekünk az infót. Jó, kérdezzünk meg ezt a Józsefet, bár ez... Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. Oké. Okay. Hát ők itt állnak közel, megkérdezzük őket. Do you know anything about this? That's a question I can answer. Tehát három ember állt az asztalnál, egy pár és egy visszavonult tiszt.
Megfigyelők nem tudják pontosan, hogy mi történt a párral, de a tiszt kiment a kertbe levegőzni. Megyünk a kertbe. Even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Aha, és akkor Q-val tudunk így ráfókuszálni a dolgokra. Tehát ez egy ír nemes. Oké. Esetleg még megkérdezhetnénk őt. I can't help you, friend. Azt nem tudom, hogy tudnánk-e még több infót kiszedni valakiből. Can you satisfy my curiosity? I cannot be of help, Serge. Someone else might know better. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Jó, akkor több infót nem nagyon tudunk kiszedni. Menjünk ki a kertbe. De az merre is volt? Nem voltunk még a kertbe, ugye? Front. Ja, front, onnan jöttünk. Front Garden. Kirúgjuk az ajtót. Na ki lehet, melyik lehet a Navy Officer? Hát, öltözik alapján. Hát, ő dohányzik, szóval akár lehetne ő is, de szerintem ő lesz ott. Ő ott nem tudom, mit csinál. Na mindegy, nézzük. Valami színész. Enyhe sztrókja van? Oké. Ez egy kurd gyógyszerész. Szimpatikus. Oké. És bántalmazza az állatokat. A kurva anyja. Bocsánat. Jó, itt egy albán nemes. Jó, nem nevetek. Van lőfegyver gyakorlata. Ő is barátságos. Szuper. Egy svéd kalandor. Dysentery, az nem tudom mit jelent, de szenved tőle. Ő is szimpatikus. Ott egy görög gyógyszerész. Enyhén dehidratált. Ez baj. És de legalább barátságos. Ő ott kicsoda. Kicsit arrébb megyünk. Ő egy svéd énekes, korábbi énekes, ő is szimpatikus. Na, picit közelebb megyünk. Ejte. Ez meg valami könyvelő. Retired military officer. Ő lesz az. Már csak abban reménykedem, hogy az övé. Can you satisfy my curiosity? My dear fellow, you're talking to the right man. Nagyon jó. Na, mit mondasz? Mr. Rhodes. Ott ült annál az asztalnál, azzal a nemes párral. Jaktokról beszélgettek. Oké. Tehát a női volt. Ja nem, a férfi elfelejtette eltenni, amikor elmentek ez a médiumhoz. És most már van egy tökéletes okunk arra, hogy bemenjünk a szeánszra. Dysentery, vérhas? Hát az akkoriban elég nagy szívás volt, úgyhogy... I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Oké. Okay. Szóval a vérhas az elég nagy szívás volt akkoriban. Mondjuk most is az, csak akkoriban még eléggé bele lehetett halni. Na várjunk, mert nem update-elődött a... Casebook.
Ja, jó, ez megvan. Hú, várjatok, mert meg kell tanulni a GUI-t is, hogy hogy működik. Oké. Jöldetéből, Navy Officer. De akkor most be kéne mennünk a szeánszra, nem? Igen, igen, itt van. És akkor ezt kéne most már követnünk. És akkor meg kell várnunk, amíg a szeánsz véget ér. Ja. Hát gondolom. Nem, de ide meg azt írja, hogy bemenjetünk a szeánszra. Hát akkor menjünk be. Csak menjünk be, nem? Csak hol a szeánsz? Azt tudjuk? Hát megpróbálom, lehet, hogy itt van. Gondolom. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Itt mi történik? Do you even know who I am? Hey boy, that's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered truepenny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Drága ruhája van. Igen, borsodiszitu. Mindenhol borsodiszitu van már lassan. Oké. Tehát drága ruha van rajta. Meg kiütéses. Hát, mondjuk az bármitől lehet. Ott a gyűrű. Az biztos egy drága gyűrű. Ó, ez is ilyen fokhagymás. Mint a... Az a izé volt. Nincs rajta, nincs egy gyűrűje. Az miért érdekes? Mert nem a feleségével volt ott? Ez gyanús. Ez meg a bugyó miatt van szerintem. Tehát nincs rajta jegygyűrű. De az előbb meg azt írták, hogy igen, egy párról volt szó. De itt viszont azt mondja, hogy viszonylag biztos, hogy ő Lord Craven. Egy English noble. Tehát egy nemes. Á, igen, tehát az arcán lévő kiütésekből arra gondol, vagy hát ebből a pirosodásból, hogy vannak alkohol problémái. Vannak gondjai a vérmérséklettel. Hát az iddogálás az... kihozza az emberből a legrosszabbat, az kétségtelen. És azt mondja, hogy valakit nagyon elvert a... nem olyan régen. Tehát ő egy erőszakos ember lehet. Ja, hogy itt lehet választani, hogy melyik az.
Oké, tehát Bored British Nobleman, An Ill Englishman on Resort. És akkor változik a portré, tehát amit, az a, amit ő kikövetkeztet. Oké, tehát továbbra is biztosabb, hogy őr Lord Craven, tehát nagyjából biztosabb. És ilyen resortokat, vagy hát ilyen szállodákat keres, hogy igazából valami máj betegsége van. Melody. Azt se tudom, hogy mi, hát valami májbetegség, a liver azt tuti. His florid face. Ó, és akkor itt már nem arra gyanakszik, hogy sokat iszik, hanem hogy néha iszik. Mert nem volt elégedett a szeánszal. Vagy nem volt, tehát nem volt neki kellemes a szeánsz, vagy valami ilyesmi. Oké, és itt ebben az esetben arra következtet ezekből a piros foltokból, hogy ökölvívó órákat vesz, tehát hogy boxol, hogy a fizikai állapotát javítsa. Hú, ez most hogy jön ide? Tehát oké, hogy mérges volt, mert elveszett ez az izéje. Viszont most már amiatt is ideges, hogy ellopták... Elloptak egy gyémántot, de nem az övét. Hű. Na, melyik legyen? Hát, nekem inkább ez a gyanús. Ill Englishman? Hát, nem tudom. Mondjuk, akkoriban ökölvívó edzéseket még nem kesztyűbe csinálták, már nem is tudom, lehet, hogy van ott valamilyen kis pici vékony bőrkesztyű. Legyen akkor az Ill Englishman. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong. But you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this Harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? De a másikban meg a gyémán nem volt említve. Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle.
Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Okay. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret. I'll be keeping a close eye on this thief. No, hát akkor... meg kell keresnünk a gyémántot, amit valaki eltulajdonított. Oké, tehát a Z-t megnyomjuk. Akkor... ez a... igen, ez a Witcher Senses. Tehát amivel tudunk interaktálni, azt itt bejelöli nekünk. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Tök jó. Egy kis ektoplazmát maga hagyott maga után a szellem. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Tehát rúzs van a poháron, valószínű a hölgy ivott ebből, tehát a feleség, mert ahogy látom, a többiek nincsenek kirúzsozva. Cigaretta, pontosabban szivar. Half a glass of Bow Blair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? Tehát egy kis scotch, meg szivar. Oké. Okay. Jó, gondolom ott volt a gyémánt. És itt egy kúval rá lehet. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Okay. Tehát ez volt a, igen, ez volt a gyémánt, egy 104 karátos. Rendben. Okay, más egyéb nincsen, szerintem. Jó. Okay, na mi van még? Tudunk beszélni. Ah, és ott van még egy ilyen blade. Vagy mi ez, egy letakart tükör. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Beszélgessünk. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. Okay, tehát szellem nem nagyon valószínű, hogy van. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Tehát akkor ő azt mondja, hogy nem tud semmit. Mi a helyzet veled? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Jót dumáltunk. Hát a feleségével nem hiszem, hogy most tudunk beszélni. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. A feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Hát nincs jól. Na nézzünk még szét, hogy mi lehet itt. Ah, ott van még egy kis ektoplazma. Te mit gondolsz? Oh, I love the ambiance. Nice and creepy.
Köszönöm. Veled már nem tudunk. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Oké, nyomunk egy kút. Egy török szó, török, hát servant. Oké. Etióp medium. Disoriented. Oké. Őse. Hát ez a server, ez a servant, ez... Tudnám, mit jelent az, hogy F-ből. Szókincsemmel vannak néha gondok. Te nekem gyanús vagy. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Viszont nem lehet vele semmit csinálni. Kimenni? Oh. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. One man even lifted. At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Efféből barátságos, köszönöm. Friendly, easy to talk, oké. Érdekes. Bal fülére süket. Angol művész. Te láttál valamit? Vele nem lehet interaktálni. Nyomunk egy ilyet. Staff only. Hát... Lehet, hogy ki se kellett volna jönni. De azért itt is körülnézünk. Nem igazán látok semmit. Nem tudom, hogy ide be lehet-e jönni. És szerintem itt meg már visszajövünk a szállóba. Nem. Nem, ennyire nem kellett volna szerintem jönni. Igen, a Mind Place az nagyon villog valamiért. Mindjárt megnézzük a dolgokat, csak visszajövünk ide a szobába. Lehet, hogy ezt, hát... Szerintem itt csak összeírta, amit eddig láttunk. Jó, hát ezt... Ez eddig tudjuk. Jó, hát... Valószínű akkor a szobában van még a gyémánt. Jó, hát ez meg csak Lord Greycavernek a portréja. Ó, és akkor itt van ez a Mind Palace. Várjátok, mi ez? Fú, és akkor így lehet levezetni, hogy mi történt? Nyomok egy helpet, bocsi. Oké. Tehát ki kell választani az aktuális esetet. Tehát, hogy amin dolgozunk, ki kell választani egy nyomot. Össze kell kombinálni olyanokkal, amik kapcsolatba állhatnak. És abból kell
vagy új bizonyítékokat, vagy valamilyen következtetést levonni. Oké. Ez, ha valaki emlékszik a logika tanulmányaira, some deductions have different interpretations. Oké. Jó, tehát bizonyos következtetéseknek más interpretációja lehet, amelyek különböző végkifejletekhez vezethetnek. Majd megfogalmazom szépen is magyarul, most egyelőre csak értsétek. Tehát válasszuk ki azt az interpretációt, amiről úgy gondoljuk, hogy az történt. Oldjunk fel ilyen logikai ellentmondásokat. És rendben van, és utána ezek a következtetések valamilyen verziójához vezetnek a történéseknek, tehát hát valamit következtetünk, ami egy tehát vagy meggyanúsításhoz, vagy hát megbocsátáshoz vezetnek, hát condemn vagy pardon, tehát hogy egy gyanúsítottnak, tehát vagy ejtjük a vádakat, vagy megvádoljuk, na most nagyon leegyszerűsítve. És ez a mind place, ez egy olyan hely, ahol gondolkodhatunk, de ettől függetlenül, hogyha itt valamit kigondolunk, attól még az, hogy mit csinálunk, az lehet más. Igen, sedíthat régen. Hát felmentés, igen. Nem megbocsájtás, persze, felmentés. Nem ninja Yoda, Sheriffnek szerette a logikát? Aha. Igen, nálunk sok hallgató szereti a logikát. Jó, oké. Na már csak meg kéne tanulni használni. Jó, tehát a Cravenné az ablak felé mutatott, tehát szinte biztos, hogy látott valakit az udvaron a szeánsz során. Oké. Tehát kell, hogy legyen egy szemtanú az udvaron. Oké, mik a nyomok? Lord Craven megütötte a médiumot. Most ezt lelokkoljuk, az mit jelent? Nem tudom, mi van. Hát itt sok minden már nem tudunk csinálni. Hát ja, ennyit tudunk csinálni. Menjünk ki, keressünk tanút. Mert most már lehet, hogy akkor tudok vele beszélni, már ezzel a fickóval. Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Akkor nem tud semmit. May I ask you something? Excuse me? What? I'm not sure I know. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Nem igazán. De van egy új bejegyzés a naplóba.
beszól a játék, hogy a hülyeséget csinálok. Jó, Lady Cravennel beszélnünk kéne. Itt azt írja. Hát akkor próbálj meg vele beszélni. Ha már az ablak felé mutatott, akkor... hogy megkérdezzük meg, hogy mit látott, gondolom. Főleg, ha már úgy észnél van. Na. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing, she's barely conscious. A feebleness of women. Hát nem. I didn't take the diamond, I swear. No. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Oké. Hát, őszintén szóval nem tudom. Mit lehetne tenni még? Megpróbálunk eljönni erre, hát ha. De hát itt már szerintem kijövünk a... onnan, ahol lennünk kéne. Itt pedig visszajövünk a... vele meg gondolom nem lehet beszélni, nem? Nem látok semmit. Itt a medencébe se. Hát gondolom itt se lesz semmi. Hú, hát ez jó kérdés. I love the ambiance. Nice and creepy. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Hát én nem látok semmit. Mi a helyzet itt? Ez egy sima zongora. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing, she's barely conscious. A feebleness of women. Itt megnéztünk mindent, ugye? Nincsen. Hát lassan úgy érzem, hogy elfogynak a lehetőségek. Azt alatt csak ott... de hogy nézek be?
Nem látok ott semmit. I wonder what this mirror could have witnessed. Érdekes. Na nézzük meg újra a casebookot. Na, tehát az írja, hogy a szivar és a viszkis pohár az ajtóhoz közeli széknél volt, tehát az ajtóhoz közelbbi részen. Az ablakkal szemben volt egy pohár bor, ami részben kiborult. A széket meg valami nagyon nagy erővel dobták el, hát gondolom akkor az a pasas volt. Riddick Raven alig van eszméleténél, de látszólag nem sérült meg. Jó, utána majd valamikor beszélünk-e vele. Jó. Mit mond a médium? Tehát a médium nem tudja, hogy tűnt el a gyémánt. Oké. Jó, tehát megjelent a szellem, Kravené sikított, majd az asztal túloldalára mutatott, vagy átmutatott a keresztbe az asztalon. Elájult, és vége lett a szeánsznak. Ekkor vették észre, hogy eltűnt a gyémánt. Kraven úr ideges lett, megütötte a médiumot, és most azzal vádolja, hogy ellopta a gyémántot. A médium pedig a szellemet vádolja, hogy eltűnt a... Tehát szerinte a szellem az oka, hogy eltűnt a gyémánt. Oké. Okay. Oké, okay, tehát valamilyen indiai nemes volt a gyémán tulajdonosa, és az ő szellemét akarták megidézni. Megjelent a szellem, megesztette a nőt, de olyannyira, hogy elájult, és eltűnt a kő. Jó. És akkor itt pedig Lord Kraven. Jó, ez az, amit az imént is néztünk. Tehát amit beszéltünk. Ez meg csak a diary, és ezzel már nem tudom mit csinálni. Jó. Hát ez az, hogy nem tudom, hogy mit látott az ablakon keresztül. Valamit látott elmenni, de azt nem tudjuk, hogy mit. Tehát Lord Kraven a vámpír, a nő meg nem látta a Lord tükörképét, amikor felpofozta a médiumot.
find the stone, Mr. Holmes, and quickly. És ezzel az információval most... I didn't take the diamond, I swear. De a tükör le is volt takarva. This mirror could have witnessed. Azt nem tudom, hogy így bármi egyéb interakciót tudnék-e csinálni. Mert most így kicsit kifogytam a lehetőségekből, úgy érzem. És megpróbáltak így mindenhez oda menni, hogy hát ha... De nem tudom. Ezek a jelek is, hogy jelentenek-e valamit? Na tehát... Ugye... Három szék volt, egyet összetörtek. Hát hint... Ja, várjál... Hát ugyanazok vannak bejelölve, mint eddig. Meg velük már interaktoltam. Tehát ott ült a nő, mert a boros poháron ugye rúzsnyomok voltak. Mondom, itt ült a pasas, mert ő szivarozott meg viszkizet, meg ő dobta oda a széket. Ott pedig ült a médium, akinek az akúja még mindig ott van a széken. És a nő kimutatott arra az ablakra, vagy az ablak fele. Tehát across the table. Te gyanús vagy. Itt kint a fickó nem tud segíteni semmit. Aj, esetleg még itt, de hát itt sem, itt sincs semmi. Nem látok semmit. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. Továbbra sem. Már a tutoriába elakadunk. Meg mi az, hogy lekapcsolódott a villany, ami, vagy hát sötétség lett, amikor minden gyertya ég? Ez nagyon furcsa. Továbbra se tudok vele. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing, she's barely conscious. A feebleness of women. Nem tudom, itt, de, és hogy a Mind Please-ben miért nem tudok itt már semmit csinálni? Hogy itt ennyi lenne? Find the stone, Mr. Holmes, and quickly! Mert... Te se láttál semmit, mi? Itt van a szekrény egyik fiókja, csak a szekrénye nem tudtam interaktálni. Nem tudok vele az a baj, mit csinálni. Tehát... Love the ambiance. Nice and creepy. Meg az most mit jelent, hogy én itt lelokkolom egyébként ezt a...
érted, nem nagyon történik semmi. Tehát oké, megütötte a médiumot, és van egy... Courtyard Witness. Hát de ő meg nem segít. Még ha tanú is volt. Ezzel nem jutottunk előrébb. Hát egy ablak van csak. Más szemtanú, aki kintem ment. Hát ugye az az egy pasas van ott. Hát itt mondjuk kérdezősködhetek, de nem hiszem, hogy... Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. May I ask for your assistance? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Sajnos John már jelzi, hogy nem jó irányba megyünk. Te se láttál semmit. Help me, don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Ételmérgezése van. Arra nem nagyon... Ja, úgy láttam, hogy magyar szalag volt, igen. De itt kéne valaminek lenni ebben a szobában, nem? Hát... Hogy itt rontottuk el, hogy nem ezt kellett volna kattintani, de... Meg visszamenni meg nem tudok. Ez meg valami más. Tehát biztos, hogy volt valaki kint a szeánsz alatt. Na, akkor csak... Jó. Az nem tud nekünk segíteni. Mondjuk ez már gyanús. Ott fönt vannak emberek, lehet, hogy oda föl kéne menni. Megpróbálok oda fölmenni, hát ők tudnak segíteni. Jobb ötletem nincsen. Most hirtelen. Még esetleg ezt a Józsefet megkérdezzük. Halló? Can you satisfy my curiosity? Apologies, sir, but I've never heard of it. Nope. Talán itt kell fölmenni.
látta, csak nem valami szobának az erkélye. Megnézzük. És nem tudok kimenni. Hát ide meg gondolom nem tudok bejönni. Are you able to help me? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. De hogyha az ott kint egy szemtanú, akkor miért nem tudok vele beszélni? Nem tudom, esetleg még az a portás látott volna valamit. Hát még azt megkérdezem, de tényleg lassan elfogy, hogy kivel tudnék beszélni. A kukába sincs. Ó, lehet futni. Ez egy örömteli hír. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Hát, játék megint beszólt. Ajaj. Tényleg tanácstalan vagyok. Find the stone, Mr. Holmes, and... Hát igen. Hát tényleg nincs ötletem, hogy mit lehetne. Tehát, hogy miért nem tudok itt a kintivel beszélni? Tehát, hogyha... Ezt úgy értékeljük, mint tanú, mert itt a izébe így van a Mind Palace-be, hogy... Mondjuk az, hogy megütötte a médiumot, abból hogy következik, hogy van egy szemtanú.
Mert ha átváltok itt a Deductionre, akkor... Philodendron mellett... Philodendron? Ne hozz zavarba. De nem a székre gondolsz? After colliding with the wall, this chair is all but in pieces. Ezt már megnéztük. Szóval én tényleg azt nem értem, hogyha az ott, azt ott tanulnak értékeljük, aki a udvaron van, akkor miért nem tudunk vele beszélni? Valami taktikát kéne váltani. Jó, hát a térképen nem megyünk sokra. Igazából ezzel se. Nem tudom, hogy ezeknek van-e bármi köze hozzá, szerintem az amúgy a másik quest lesz. De lehet, hogy kapcsolódik. Udvaron vannak-e nyomok? Hát ott van egy fogszerű valami. De itt semmi. Szerintem nem azért mutatott az ablakra, mert itt kéne, hogy legyen valami nyom, hanem hogy valakit elment kint. De így se látok semmit. Tényleg azt nem értem, hogy ezzel a fickóval mi nem tudunk beszélni. Pontosabban, hát tudunk, csak azt mondja, hogy nem látod semmit. Szkennelő gomb, hát működik, csak nem jelez semmit. Még a fickót se. Ez a méhecske itt fura amúgy, hogy mit keres itt, de egyelőre nem tudok vele mit kezdeni. Mondom, itt meg így nincs semmi. Hát nem tudom.
menjek föl arra az erkélyre. Tehát lehet, hogy ki se tudok oda menni. Hát vannak ott emberek. De szerintem oda nem tudok föl menni. Hát megpróbálok. Hát ha ki lehet oda menni, és hát ha ott látták. De erről ugye szoba van. Meg szerintem erről meg az én szobám van. És ide meg nem lehet bemenni. Szóval szerintem oda nem lehet fölmenni. Hát ha csak nem valahonnan. Hát oda se tudok bemenni. Nem, oda nem tudok. Nem nagyon, de mindjárt megnézem még a, hogy milyen gombok vannak. Nem tud ilyet. Hát, igen, Donát van. Most komolyan. At what to do with them. Tehát itt most akkor keresni kéne valamit? A gyémántot kéne megkeresni. Mert itt azt írja a hinteknél, search for location, tehát ez az ikon. Tehát akkor ezek szerint minden info a kezünkben van, már csak meg kéne találnunk. Hát igen, az ikon van ott fönt bal fölül, jobb fölül, hogyha látjátok. Tehát akkor nem vitte ki, tehát valahol itt van. Térkép. Hát nem annyira. Nem azon a... Várjál. Hát de most... az hol van ugyamúgy? Mármint úgy értem, hogy piros pöttyát, hát igen, valószínű azok mi vagyunk. De nem, mert mi nem mozgunk. Mármint, hogy a piros pötty nem mozog. Vagy igen?
nem tudom. Jó. Valószínűleg akkor a piros pénk mi vagyunk. És akkor... Hát tényleg nem tudom már, hogy mi lehet. Ebbe nem tudok belemenni. Okkal. Hát nem tudom, esetleg még azt lehetne talán, hogy nézzük már meg ezt a másik kézt. Ennek lehet-e köze hozzá? Hát ez itt semmi különös. De ez nekem meg úgy tűnik, mintha kész is lenne. Mondjuk itt a... Hát igen. Itt meg nincs semmi. Úgyhogy... Ezzel valószínűleg nem is tudunk nagyon mit csinálni. Csak bejelöli. Sherit Adri nem mond a Lord már se többet. Csak bejelöli ezt, hogyha ide kattintok. Vagy ez akkor én lennék? Nem értem. Mert ez meg kint van az ajtónál. Na, megpróbálok oda menni, hát oda lehet. Amúgy Donát kérdésedre a válasz, de szerintem probléma, hogy túlzottan a matekos tárgyak vannak kiélezve. Így progmaton, de... Vagy hát nem progmaton, hanem programozó szakokon. Csak nem nagyon van opció. Tehát az a helyzet, hogy Magyarországon nem igazán erős a mérnöki vonala, ennek a programozásnak. Persze van mérnök info, például a BME az nagyon erős ilyen szempontból, de azért nem, az nem programozó. És ha oda teszek egy ilyet... Aha. Látjátok, akkor ott az megjelenik fönt. Csak ez még itt bent már nem működik. Még megpróbálok mozogni egy kicsit. De egyébként a másik kérdésre meg az, hogy szerintem simán el lehet végezni átlagos matek tudással is. Csak annyi a teendőt, hogy meg kell tanulnod azt a matekot, amit még így pluszban mondanak az egyetemen, de az nem vészes, megtanulható. De az ott nem mozog, szerintem.
De akkor a térképen pedig én ki vagyok. Mégis én vagyok. Focus on player és oda teszi. Nem tudom. Te se láttál semmit. I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Nem tudom. Isn't life too short to remain sober? Kérdezi ezt a kocsmáros. Őket már megkérdeztük. Nem tudnak semmit, ezeket még megkérdezem, hát ha... Can I ask you a question? Sorry, but I never heard of this. Őt megkérdeztük már. Help me, please. I'm sorry, but I've never heard of that. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Kérdeztem a recepcióst. Such a shame that Inspector Placido... Ugyanezt mondta. I'd feel much safer with him handling this. Ti láttatok valamit esetleg? Are you able to help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. És ide az erkélyre, ez is fura, hogy nem tudok kimenni. Mert onnan föntről biztos lehetett látni valamit. Is this familiar to you? Excuse me? What? I'm not sure I know. Hát... erről biztos nem lehet kimenni az erkélyre. És elég kicsi erkének tűnik. Szóval szerintem másfelől nem. Esetleg a szembe lévő erkélyen gondolkodok még, mert ott szembe is van egy. Csak oda se tudok, hogy kimenni most. Mondjuk be tudok menni ebbe a szobába, tán, de lehet, hogy nem tudok. Nem tudok. Meg nyilván ide se. Tehát így ilyen random szobákba nem tudok bemenni. De valószínűleg nem is ez lesz a megoldás. Amúgy. Mert látjátok, ott szembe van egy erkély, és akár onnan is lehetne szemtanú. Csak oda nem tudom, hogy hogy lehet kijutni, de próbáltam már, így se tudok bemenni. Do you know anything about this? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Itt meg ugye az én szobám van, ahova megint csak nem tudok bemenni. Ugye lentről se lehet, hát még az udvart. De hát innen miért tudnék bemenni? Igen, innen se tudok átmenni. Hát igen, NSD-ig igazad lehet, csak az a baj, hogy nem tudom már, hogy kivel beszélgessek. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Mert vele se tudok. Meg tényleg ott a tip azt írja, hogy valami location kell, tehát hogy valaminek a helyét kell megkeresni. Hát gondolom a gyémántét, de hát a plafonon a lámpa van. Igen, igen, itt végigkérdeztem mindenkit, meg megnéztem mindent, elvileg. I
wonder what this mirror could have witnessed. Quite a display for the tremulous visitor. Hát mindegyik sárga pöttyök, akivel tudsz interaktálni. I didn't take the diamond, I swear. Tehát már nem tudok mit kérdezni tőlük. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Hát igen, ez nagy valószínűséggel így van. Csak hát már nem tudom, hogy mit. És ez a baj, hogy a Q se segít. Mert ez se ír semmit. Mintha egy izé még hiányozna, egy clue. Mert ott írja, hogy 4/5. Tehát valószínűleg akkor az hiányzik. Csak, tehát ez kéne akkor valószínű megtalálni, hogy mi az az egy. Innen, ha az ablakra nézek. Hát nem tudok. Tehát egy clue még hiányzik, látjátok ott fönt. 4/5. Tehát annyira nem tudok fölnézni. Hát igen, ez is kérdéses lehet, hogy mi az az ektoplazma. De azzal majd kicsit foglalkozunk később. Hát én tényleg nem látok itt. Tehát hol az az ötödik? Az a kérdés. Pillangó van rajta. Min? Tényleg nem látom, hogy hol az ötödik nyom, amit inspektálni kéne. De gondolom, ti se látjátok. Vagy csak nem akarjátok elmondani. Vagy nem itt van.
Igen, a poharat az vizsgálta. Pillangó van rajta, de mi van a pillangó NSD-ink, mert azt nem látom. A székre mondod? A széken van egy kabát. Oké. Okay. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Jó, és akkor most jött a mind palace. Palace, vagy micsoda. Na. Most meg kéne tanulni, hogy kell használni. Hát sok minden nem tudok csinálni. Tehát egy moly alakú kitűzője van a médiumnak. De nyilván nem ezért ütötte meg. Tehát a kettőnek nem sok köze van egymáshoz. De lehet, hogy most már tudnánk beszélni a Cravennel is. És akkor itt van ez a Someone in the Courtyard. Na és akkor most lehet, hogy ki lehet menni már beszélni a fickóval. Oh! A fog. Ezt tudom mi. Cipősarok, ugye? This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Track some movements. Aha, jó, tehát tudjuk követni. Tudjuk követni. Nem ezt akartam. Tehát az kéne, hogy ezt pinálni kéne. Félre ne értsetek. Oké, és akkor a Q-val tudjuk követni, hogy merre mehetett. Ott a cipő. Size 4 with a broken heel. 4-es méret. Size 4 with a broken heel. Oké. És mit csináljak vele? Valószínű, tudunk tovább menni? Nem. Na mindegy, a 4-es a cipő mérete. Az biztos. Igen, lehet hamupipőké volt, ja.
De akkor ide jött be, ott a cipő, de ezt nem tudom eltenni, vagy valami. Size 4 with a broken heel. Így bizonyítéként. Rose de Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Okay, tehát kell a egyik ilyen szobalányjal beszélni. Hogy ki lehetett az. Remélem nem sértem meg őket ezzel, hogy szobalánynak hívom őket. Could you help me? Oh yes, I can tell you everything, sir. Lucia. It is calling from the chief steward. Near the pictures upstairs. Meg lesz. Csajt kell keresni apró lábakkal, így van. Ott a Cheesehead-es festménynél. Aki lehet tényleg Keanu Reeves. Hát de itt nincs. Ó, de itt is vannak festmények. Ó, lehet, hogy ő lesz az. Halló? Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the séance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. Shima volt. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Hát miért hazudnánk? A precious diamond was stolen during the séance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Celetta. Lucia Celetta, sir. Tell me, Miss Celetta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Az lehet, hogy célravezető, csak most nem láttam értelmét. Meg így be tudtuk fenyíteni. Describe what happened during the séance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest, a glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Ez gyanús. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici. He was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Simpleton. Na most segít, amúgy a játék valamennyit. Ez a Simpleton, ez majdnem olyan, mint a pleb. Plebs.
csak nem tévedek el. Na várjatok, mert átrakjuk a pint. Mert ez elvileg megvan. Hát ja, ezt kéne követni, de... Go back and reconstruct events. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Jó, tehát elegendő bizonyítékkal, vagy nyommal, pontosabban Sherlock használni tudja a képzelő erejét, hogy újra elképzelje a múltat, interact with the node. Oké, na lássuk. Hát gondolom nem ez volt az első. Oké. Itt mi történik? Nagyon érdekes. Tehát ezzel azt akarják jelezni, hogy kiabált? Hát... You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ó, oh, jó, 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 ki lehet választani a... Oké. Okay. Jó, 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 tehát ott a nő, aki rámutat az ablakra. Itt a faszi, aki eldobja a széket. Ez meg... Hát gondolom a... De ez... Mit csinál? Nem. Ó, oh, nem ezt akartam, bocsánat. Ezt akarnám átkattintani. Oké, nem ez. Hát akkor ez lesz, de... Ez nem tudom most így rá... Ja nem, ez az, ami mondott a felszolgáló lány, hogy valami kijött a fejéből. Vagy nem tudom. Na nézzük. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing! It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Jó, akkor megyek körbe. Videójátékok 2021. Kettő-huszonhat, ugye? A legjobb szoba, ami a szállodában van. Lady Craven is not who she seems. Remember her bit? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall.
Mi? Hogy? Filter valuable keywords from irrelevant chatter. Lady Craven are used. Nem mondod, hogy időre megy. Bassz meg. Csókolom. May I ask you something? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. De én itt... Mi történt? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. Okay, na kezdjük előről. The she... Nem érdekel. Nem érdekel. Made her husband drunk. Sounds bad acquaintances. Jó, értem már, hogy működik. Lady Craven is not who she seems. Okay. Prices rises. Discard. Lots of guests nem érdekel. Meet her husband drunk. Igen. Chef nem. Nem. Cannot use a fish knife. Was on the lookout. Bazd meg. Bocsánat. Én tudom, mi ez. Lady Craven is not... Csevegnek valami baromságról, csak ki kell nekünk kell kiválogatnunk, hogy mi a releváns számunkra. Együtt érzek vele. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. De én azt nem értem, hogy... De, tehát akkor eldobunk valamit, aminek nincs relevanciája? Vagy... Háromnak kéne lennie? Miből gondolod? Lots of guests, de biztos, hogy nem. Made her husband drunk. A séf kaját lop, nem tartozik ide. A fiaknak van, nem, ez se. Hát de az, hogy leitatta a férjét, az egyedül, ami ide tartozhat, nem? Well, I guess we'll have to try again. Fish Remember knife. To focus only on what's relevant to the room. Lady Craven is not who she said. Jó, lehet amúgy, hogy az lehet, hogy a kés, de hát, hogy... Ételmérgezés. Lady Craven is not who she seems. Sounds bad acquaintances had. Lady Craven is not who she seems. Remember? Lady Craven is not who she seems. De hogy ez miért releváns? Sounds bad.
Az volt egyébként csak... She was on the lookout during the evening. Jó, oké. Igen, egy ilyen igazi lady, tehát azt gyanítják, hogy ez nem is a felesége. Mert hogy egy igazi lady, azt mondják, hogy tudja, hogy kell használni a halazókést, vagy mit. Na várjunk, mert ránézünk a... Jó. Oké. Jó, tehát a nő az gyanús, az már biztos. És akkor most azt kéne, hogy beszélnünk kell a... Most már tudunk majd beszélni a nővel. Itt van valami, határozottan. Okay. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Be jolly, bird. We'll listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Okay, I'll go nézzünk szét. Hoppa, hoppa. Minden gyanús. Aha, a neat hiding place. Why would she conceal all of this? This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Okay. Egy mai gyűrű. Az nagyon fontos. Van itt egy sima gyűrű. Dr. Sapit
Vale toca. Virtus audacta sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Annak örülök, hogy lefordítottam, mert bajba lettem volna. Papírok. Several thousand pounds, that's quite a fortune. Papírok. Oké. Na, mi van még, ami itt érdekes? Fard Rouge, Calamel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Okay. Értem, értem. Hello, hello, sziasztok. Szép estét, köszi para. Hidrobá, aha. Jó. Na, menjünk tovább. Baszki. Itt a gyémánt. Meg lehet forgatni. De most ezen... Oh. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Igen, valószínű, amúgy verekedett a fickó. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Megfojtották. Ott egy villa. Lenyúlta a villát. Nem tudom, mit lehet még így inspektálni. Oké, para. Pörgesd. Igyekszem holnap délután, kora délután átolvasni. De szerintem jó lesz. Hát, az a baj, hogy a párnáig nem megy el a dolog. Tehát sok párnákon meg nincs nagyon semmi. Nyakláncot nem lehet. Fején mit lehetne? Oké, megfojtották, ez világos. Hát igen, nem tudom, mit keres egy villatáskájával. Én esküszöm, nem látok mást, és szerintem a gyémánton sincs más. Legalább egy kis segítséget adhatna. Csak egy kicsit, hogy mi a fenét kell nézni. Ezek gondolom ilyen sminkcuccok. Bár nem vagyok nagy szakértője. Vagy nem is... Jó, várjál csak, most nézem. Nem, én vagyok a hülye. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. I think she stole the stone. It's certainly possible, but we won't get her confession now.
Well, there is a professional medium right next door. Oké, na, tehát a lényeg, hogy a nőnél volt a gyémánt, elvileg, mondjuk ez nem biztos, a testkeret kirámolták, megfojtották, azt úgy ennyi. Itt voltak ilyen bizbaszok, mindjárt megyünk a szomszéd szobába. Az öreggel már nem nagyon van mit szerintem beszélnünk. De vegény menő ez a bőrönd. Oké, na menjünk tovább akkor a szomszéd szobába. Remarkably simple lock. Egy nagyon egyszerű zár szerkezetre van dolgunk, kérem szépen. És itt nem tudunk átmenni. Tehát igazából annyit mondott, hogy könnyű föltörni. Ugye? De ezzel hogy nagyon más nem tudunk csinálni. Tehát simán lehetett, hogy itt átjött a pasas. A médium. Na most mit csináljunk? Ez a kérdés. Ez itt Lord Cravennek a magyarázkodása. Ugye ez az, amit az előbb kihallgattunk. Mármint, hogy az előbb, hogy kihallgattuk a Lordot. És a recepcióról tudom elkérni a kulcsot. Ez fontos info, hogy le tudok menni a recepcióra a kulcsért. Oké, találtunk egy gyűrűt. Ezt mondjuk meg kéne kérdezni. A fickótól szerintem, hogy az ki lehet. Hát ezt is jó lenne megkérdezni. Ez meg amit most végig csináltunk, tehát amiket bizonyítékokat összegyűjtöttünk. Igen, és hogy a zár nagyon gyenge, tehát simán lehetett az, hogy átjött a pasas. Jó, kérdezős, nem tudom, hogy tőle tudunk-e most kérdezni. Hát ez nem tudom mit jelent. Lehet, hogy ezt most nem kéne. Hát, mit jelent ez? Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Oké, tehát akkor ki tudjuk így kérdezni? I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, were she not dead already. Okay, tehát vannak új infók a bizonyítékokról. Ez mindenképp jó. Na még esetleg megnézem. Hát ezzel akkor már nem tudok mit csinálni. Ezt update-eltük. Lehet, hogy akkor beszélnünk kéne a... Beszélnünk kéne szerintem akkor a
médiummal, nem? Ezzel nincs mit csinálni. Hát nem tudom, szerintem vele már, hát még lehet, hogy tudunk majd beszélni. Ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni szerintem. Ugye akkor a Lord nem ismerte fel a gyűrűt. És mérges volt a... ezek miatt az ékszerek miatt. Do something about it, Holmes. Ja. I did not do it, you know that. Oké, és hát akkor próbáljunk meg beszélni a fickóval. Egész jól néz ki ez a hotelszoba. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi, valamilyen kártérítést kér valaki, mert valami késérülést okozott neki. Meg valamilyen false accusation. Tehát valakivel a Lord összetűzésbe keveredett. Hát, Sheridan, én is ezt gyanítom, hogy ők összedolgoztak. Someone was not happy with his post. Egy el... ja, lehet, hogy ez az, ami volt a ellopott ékszerek. Igen, igen, ezek a ékszerek, amiket találtunk abban a dobozban, azok ilyen lopott ékszerek voltak. És ez erre utalt, hogy fáj tőle a feje. Ezt meg széttépte. Hát igen, azt már nem tudjuk akkor megcsinálni. Vagy hát elolvasni, pontosabban. Jó, hát itt más nem látok. Itt van ez a, nem tudom mi ez, jogar, vagy mi lehet ennek a neve. Nem tudom. Jó, hát akkor próbáljuk meg a médiumot, de esetleg... nézzük már meg, hogy valami új infó van-e. Itt van még ez a levél. Ezzel most egyelőre nincs mit csinálnunk. Kérdés, hogy itt a mindplay... itt már gyűlnek a dolgok. Jó, gyűjtögessük még. Még megnézem. Jó. Szerintem majd ezeket kell így összetenni a végén, de majd meglátjuk. Akkor próbáljunk meg, 228 volt? Mindegy, lemegyünk a portára, elkérjük a kulcsot. Csak mintha munkahelyemen lennék. Kérek a portán kulcsot. Ha tudunk. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the séance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. És elárul minket a kolléga. És akkor 226. Nem, az a Craven's Room. A mellette lévő lesz. Ez nem. Olvas. Még mielőtt kiallgatnánk. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Hmm.
Ale počkaj. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Okay. Ott a smetyi, nézzétek. Köszi srácok, köszönöm. Countess Lemour. Oh. Beszélt a férjével, mármint hogy rajta keresztül beszélt a férjével. És a familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Chemical analysis. Science van folyamatban, kérem szépen. Elérhető reagensek. Van piros, zöld, meg kék. Meg vannak műveletek, amiket tudunk velük csinálni. Help. Tehát dobjunk le két reagenst. Remélem így mondják, nem vagyok vegyész, elnézést. Tegyünk le egy műveletet. Kapcsoljuk össze a reagenseket a művelethez. És ezt oly módon, hogy a végleges formulát kapjuk. Majd kössük össze a végső formulával. Tehát akkor van egy operátorunk, két operandusunk, és az kell, hogy az legyen az eredmény, ami ott a végén van. Hát ez egyszerű. Azt mondja, hogy van nekünk egy ilyenünk, mondjuk. Milyen műveletünk van? Hát most ez ilyen összöntő művelet, de ebből lehet akkor több. Oké. És van... kössük össze. Hogy kell összekötni? Á, így. Oké, és akkor ennek mi lesz? Ó! Ja, jó, értem, itt a vége. Aha, itt, jó. És akkor ha ezt összekötöm ezzel, vegyész. Értitek? Vegyész. Na és akkor mi ez? Rubber latex foszforral. Tehát gumi és foszfor. Ugye a foszforusz az foszfor. Oké. Erről majd kérdezzük a fickót. Hogy ez most akkor mi volt. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Rettenetes szóviccek. És itt van a táskája. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. No. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm.
Weerzet az óra, mert beütötték. Hát igen. Lord az eléggé pofán verte, amikor történtek az események. Vékony ujjai vannak. Oké. Okay. Tehát vékony, úgy tűnik, hogy rosszul táplált. Hát igen, elég vékony, az kétségtelen. Enyhe elszíneződés. Sok make-upot használt. Sminket, mondjuk. Oké. Okay. És fogy az idő ott fönt, ha jól látom, aminek nem örülök. Itt erre nincs semmi nyom, de még itt, jaj, körbe tudunk menni. Ha. De csak ennyire. Jó, és itt sincs semmi a nadrágján. Jó, akkor visszamegyünk és följünk amott. Ha, karmolás nyomok. Friss karmolás nyomok, enyhén vérzik. Oké. Na, tehát a fickó úgy tűnik, hogy alultáplált, hogyha jól fordítom. Az óra vérzik. Valamilyen sminket használ, hogy elrejts az, hogy rosszul táplált. Oké, és tehát a keze és az ujjai arra utalnak, hogy könnyen tud ilyen trükköket csinálni a kezével. Különböző ilyen eszközökkel, hát... Különböző eszközöket tud használni vele. Oké. Okay. Tehát valamilyen nyomok vannak, amik valószínűleg valamilyen csetepati eredményei. Hogy ezek a karcolás, vagy karmolások a kezén. Úgy tűnik, hogy mindent megtesz azért, hogy menjen a biznisz, de nem mindig megy jól, és ezért sokszor kaja nélkül marad. Tehát mostanában nincs szerencséje. Na mi a másik, hogy egy korábbi tolvaj médiummá vált, vagy médium lett. Jó, hát az alaptézis ugyanaz. Vérzik az óra, rosszul táplált. Kés, tehát a keze és az ujjai határozottan olyanok, mint egy tolvajé. Például ilyen finom mechanikai munkához, illetve hát pickpocketing, ez a kicsi tolvajlás, vagy nem is tudom mi. Tehát ez ilyen zsebfelmetszés, vagy mi annak a neve. Azért használ make-upot, hogy bizonyos tetoválásokat rejtsen el. Gaol tattoos, az nem tudom pontosan mi. Hihez. Igen, tehát megint ez, hogy valamilyen veszekedésbe volt. És úgy gondolom, hogy inkább bűnöző, mint médium. Hát ez nehéz kérdés, mert itt tulajdonképpen ha azt mondjuk, hogy ő egy tolvaj, akkor lehet, hogy az is benne van, hogy ő lopta el a gyémántot és esetleg összejátszik a nővel, csak most... Hát nekem gyanús egy kicsit a fickó, ami egyébként.
Maradjunk annál, hogy egy tív. Jó, és ezt felírjuk magunknak. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Hát nem tudom, bizonyítékunk erre nem nagyon van. Vagy igen? Szerintem nincsen. Hát mondjuk ezt meg tudjuk neki mutatni. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talent, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Ez biztos, hogy nem. Hát még esetleg a portrét el tudjuk mondani. De mondjuk ez a gyűrű is furcsa. Mert ugyanolyan moly lepkés volt a kitűző is. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Okay. Na most a Mind Palace már villog. Akkor gondolkodjunk, hogy mit lehet csinálni. Oké, tehát akkor a médiumnak megvan a portréja. Hát reméljük, hogy igaz is. És akkor itt van a gyűrű a moly lepkével. De letagadja. Jó, na mi a helyzet itt? Nem tudom, hogy ezzel most tudok-e mit csinálni egyébként. Hát, próbáljuk meg. Ez most miért lesz piros? Csak úgy. The mod pin, the mod ring. És akkor így tudom fölpakolászni a izéket? Ó, oké. Na nézzük, hogy itt lehet-e még valami... Lock can be easily picked. Jó lenne, hogyha itt lenne mondjuk az, hogy a fickónak jó a keze. Na mindegy. Nincs. Fene se tudja. Nem látok most egyébként.
olyat, ami kapcsolódna. Esetleg. Hát, ha tényleg úgy volt, persze. De valószínű, akkor igen. Na, az, hogy megfojtották, annak van-e valami... Tehát az, hogy szomszédok voltak, és hogy könnyű feltörni. Oké, tehát akkor ez is megvan. Már ez a... Emmán voltak... Emmát megfojtották. Tehát nem láttunk rajta karcolásokat. Hát, amennyiben a megfojtás az... Az nem az. Nem. Hát nem tudom, van még itt, ami lehet, hogy kapcsolódik. Lehet simán amúgy. Hát... Igen. Jó, és akkor itt meg nem tudjuk. Itt pedig nem tudjuk akkor valószínű, hogy melyik lehetett. Tehát vagy a szörventök okozták a karcolásokat, karmolásokat Luka kezén, vagy az, hogy miközben folytotta meg Emmát. Ugye? Hát ez egy előre halad lógva. Igen, akkor ugye az volt, hogy Emma was stealing, és... Diamond was bedside Emma. Hát igen, ez úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy kapcsolódik. Na. Gondolom fordítva nem lehet, ja. Jó, de compensation for abuse, és akkor miért? Ja, mert megütötte a médiumot. Hát ez most volt. Már kompenzáció, már izé kártérítést kér. Jó, hát nem tudja korlátozni, kordába tartani magát, oké. Érdekes. Emma, hogy lop, azért kér kompenzációt. Nem tudom. Hát, őszintén most itt hirtelen más nem látok. Tehát az, hogy a lopás, az kapcsolatba áll-e itt bármivel.
de azt... Így be is jelöli, hogy mi az, ami biztos, nem. Ó! Oh. Lord Kaven returned to the room just as Emma was... Oké. Tehát ez egy feltételezés akkor, hogy... Épp akkor ért vissza a Lord. Ja, értem, Shedit Adri. Hát, lehet, igen. Mindjárt megnézzük. Lord Kaven... Tehát ez is egy feltételezés, hogy éppen akkor tért vissza, amikor el akarta rejteni a gyémántot. Itt meg ugye az, hogy bárki ölte meg Emmát, ott hagyta a gyémántot. Hát igen, mondjuk ez is fura, hogy megölöd, de a gyémántot ott hagyod. Tehát miért tennéd ilyet? Nem tudom. Hát ezek meg szerintem nincsenek így kapcsolatban. Hát esetleg az, hogy... hogy a Emma egy tolvaj, de azt hitte, azt elhitette a Lorddal, hogy a szolgálók lopnak. És az egész úton ezt hitette, folyamatosan ezt hitette el vele. És akkor erre lehet, hogy Luca is végig tudott. Tehát a médium. Aha, és lehet, hogy a Luca megsejtette, hogy igazából Emma felültette, és hogy rá akarja kenni a lopást. Már a Lady a médiumra. Ha. Ez nagyon érdekes. Jó, hát más klunk egyelőre nincsen. De szépen vezetődik le a dolog. Az biztos. De mi van, hogyha itt a másikat választjuk? Aha, akkor itt egy másik lehetőség tárul fel. Igen, az, hogy ugye ez ugye összefügg, hogy ugye a Lord nem tudja kontrollálni magát, és megtalálta őt a Stone-nal, aminek valószínűleg az a következménye, hogy megölte. Tehát megőrült az ember, és megölte. Hát itt majd ki kell találni, hogy akkor mi legyen. Nézzük itt a másik eshetőséget. Hát itt ugye akkor ez nem lehetséges, hogyha Emma karmolta meg a médiumot, mert akkor nem a Lord ölte meg. Viszont akkor... Hogyha Luca tudta, hogy Emma felültette, és a Luca karmolta meg Emmát, és tudjuk, hogy Luca könnyen fel tudja törni az árakat, akkor... Ugye mi legyen? Hát az biztos, hogy nem fogjuk hagyni, hogy megszökjön. Tehát ez már elfből se. Tehát ha megölsz valakit, börtönbe mész, kész. A kérdés az, hogy tényleg ez történt-e. Mert itt azért látjuk, hogy vannak lehetőségek. Vajon tudunk-e még bizonyítékot gyűjteni? Ez a kérdés. Szóval, nézzünk még szét. Mert itt még szerintem
Lehet, hogy a Lorddal is tudnánk beszélni. Meg szerintem még itt van valami, amit meg tudnánk nézni. Beszéljünk a Lorddal. Ha tudunk, persze. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Nem tudunk. Akkor még nézzünk szét. De szerintem itt is már... Hát igen, itt mindent megnéztünk. Ugye megnéztük itt is. Hát akkor valószínű, most már tényleg döntést kell hoznunk, csak az a baj, hogy itt a Mind Palace-ben még van. Tehát ez, hogy ott volt, ott találtuk vele egy szobába. Igen, még Lukát meghallgatjuk egyszer, hogy vele lehet-e valamit beszélni. Hú, ez nagyon nehéz, nagyon nehéz. Itt nincs más, ugye? Na még akkor egyet megpróbálunk beszélni Lukával. Luca Galici, I know you murdered Lady Craven and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Your wrists are bloodied. And there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Yes, yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us. Stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. De ez egy emberölés. Tehát itt nincs opció. Tudjuk, mi a helyes. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. No. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me.
He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. That was too much fun, Sherry. Megoldottuk. Buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Na, hát, srácok, megcsináltuk a tutoriát. Így 3 óra alatt, gyakorlatilag. Jó, még itt körülnézek, hogy akkor mi a teendő. Oké. Jó, és akkor a Mother's Lab van. Ugye ez a mélykaptáros cucc. Igen, igen, igen. Így van a pillangó tutoriát. Na, és akkor itt van a világ. Elvileg, ha jól értesültem, ez egy open world game. Igen, a Global Illumination mostanában mindenki nagyon szereti. Jó, rendben van. Kicsit kinézzünk még itt. Oké, oké. Na, végre találtam egy olyan puzzle gémet, ami nem 4 óra hossza. Nem, nem NSD-ig. Ha csak egy sztori lett volna, akkor már is mennék a Steamhez refundolni. Úgyhogy nem egy sztori van. Na. Várjatok egy percet. Mert megnézek valamit. Jó. Rendben van. Jó. Na, hát nem is tudom. Szerintem. Holnap délután 3:30-ig ráérsz. Hát igen, bár úgy lenne. Viszont ma meg kell állnunk, mert én holnap dolgozok, ugye? És a múlt hét is nagyon-nagyon elhúzódott. Egyébként nagyon tetszik a játék. Ti azt nem látjátok, de a billentyűzetemmel ilyen misztikus dolgokat csinál, már a ledekkel, szóval használja az aura szinket, ami számomra egy teljesen meglepő dolog, mert ilyen játékkal én még nem játszottam. Amikor itt nyomoztunk, megkerestük a klúkat, akkor folyamatosan különböző színbe villogott, úgyhogy... na mindegy, de ez csak egy feature, amúgy tényleg egy szuper jó játék. Viszont most tényleg meg kell állnunk. Sajnos, hát sajnos, nem sajnos. Meg kell állnunk. Hű. Itt a... hát... na várjátok egy percet, mert ki kell lépnem a gameből. Csak mert itt összeomlik mindjárt minden. Jó. Na, itt is vagyok. Úgyhogy most meg kell állnunk, sajnos, mert tényleg holnap én dolgozok. Illetve...
Még Parának a szakdolgozatát is át kell volna néznem, ugye? Többek között. 17 évfél a leadási határidő. Figyelj, amúgy, tehát 17-én le lehet még adni. Én nem tudom, hogy miért írják oda, hogy éjfél. Ha azt mondják, hogy 17 a határidő, az azt jelenti, hogy 17-én még le lehet adni. És ugye 17-e megtudjuk, hogy mettől meddig tart. De Para egyébként ez itt emiatt aggodalmas lehet, tehát problémás lehet az is, hogy milyen időzóna szerint, mert ezt sose írja oda a TO. Hogy most a közép-európai idő, nyári vagy téli időszámítás, vagy GMT, esetleg amerikai, nyugati idő. Nehéz. Jó, maradjunk annyiba, hogy helyi idő szerint 17-én kell leadni, de egyébként, ha 18-án adod le, hát nagyon ritka volt az, hogy másnapi leadással kértek volna Neptunba fizetni valót. Tehát egy nap még bele szokott férni. Na. Hát ha ausztrál idő, akkor viszont nagyon figyelj oda, mert akkor ilyen délig le kell adnod. Jó. Na, srácok, elköszönök. Nagyon-nagyon tetszik a játék, úgyhogy hétvégén szerintem nyomjuk. Este, mert hát nappal lesz dolgom, programozni kell meg ilyesmi, de mindenképp fogjuk nyomni, mert nagyon tetszik. Nehéz, főleg, hogyha nem veszem észre a nyomokat, akkor különösen nehéz, de tök jó, hogy agyalós. Végre egy jó agyalós játék. Ez mindenképp jó. Na, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de tényleg legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek, és segítettetek. Tartsátok meg jó szokásotokat, gyertek máskor is, segítsetek máskor is, mert ennél a játéknál szükség lesz rá. Legyen további szép estétek, találkozzunk legközelebb. Sziasztok!